Jó estét kívánok! Folytatódik a napi aktuális, többségében nők és gyermekek érkeznek hazánkba, a háború sújtott a térségből. A Heinpál Gyermekkórház 0-24 órában segíti az ő ellátásukat. Itt van velem a stúdióban Őri Dorottya, gyermek és ifjúság pszichiáter szakorvos. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát érdemes lenne elsőként azt tisztázni, hogy ezek a gyermekek, akik átlépik a határt, milyen mentális, illetve fizikai állapotban vannak. Erről mit lehet elmondani? Hát alapvetően ez egy olyan helyzet, ami ugye így minden tekintetben kívül esik az ő megszokott életüktől és a mindennapi élményeiktől, és hogy ez egy teljesen természetes állapot, hogy ők most így nincsenek jól. Szóval az, hogy szorongás jelentkezik náluk, bármilyen tekintetben alvászavar, rémálmok, álmatlanság, étvágyban vannak változások, meg vannak ijedve, ezek a gyerekek nincsenek jól, ez alapvetően ebben a szokatlan, számukra is szokatlan helyzetben, ez egy nehéz, de természetes állapot, és ennek mentén fontos is egyébként, hogy elkülönítsük azt, hogy mi az, ami ilyen tekintetben mondjuk orvosi segítségre van szükség, és mi az, ami a helyzetben mondjuk onnan indul, hogy ezeknek a gyerekeknek nincsenek kielégítve olyan alapvető pszichés szükségleteik, illetve a mindennapi élethez szükséges szükségleteik, mint például a kellő védelem, az alvás, az evés. Sokan ugye egyedül érkeznek át családjuk nélkül a határon. Igen, ugye lehetett olvasni, hogy volt egy 11 éves gyermek is, aki egyedül jött át a határon, és az nagy kérdés, hogy például a Heinpál Gyerekkórház milyen esetekkel foglalkozik. Ugye a határól átviszik önökhöz ide Budapestre az érintett gyermekeket, és a mentális támogatás az egy része, illetve a fizikális gyógyítás egy másik, vagy csak a fizikai gyógyításról beszélünk? Alapvetően a Heinpál Kórház most egy olyan 0-24-es elérhetőségű ambulanciát biztosít, ami egyrészt a sürgősségi ambulanciánk, ahova tényleg 0-24-ben be lehet sétálni, másik pedig ez a lelki krízis gyermekambulancia, ez pedig elsősorban ugye így a mentális problémákra, nehézségekre specializálódott. Ennek mentén ez a második rész az, amiben én és kollégáim dolgozunk, és most állítjuk fel így ennek a munkának így az alapjait. Ez most kezdődött. Így van. Ezen a héttel, igazából tegnaptól él ez a szám, és hát most a következő napokban fog igazán elindulni ez az ellátás. Beszélünk akkor majd a mentális nehézségekről. Fizikálisan ezek a gyerekek milyen állapotban vannak, hiszen egy felnőttet is megvisel, hogyha mondjuk napokig gyalogolni kell, vagy napokig úton kell lenni, akár vonattal, vagy egyéb módon, és akkor még arról nem beszélünk, hogy nem jut élelemhez, vízhez, hadd ne sorolja, még hideg is van. Hát az a tapasztalat, hogy rendkívüli módon el vannak fáradva. Szóval, hogy sokan kialvatlanul, rendkívüli módon elfáradva érkeznek a határra, azon keresztül egy olyan, ezt követően ilyen mindenféle táborokba próbálják őket elhelyezni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy most leginkább egy nagy alvásra van szükségük első körben. Élelemre, meleg ruhára, ne fázzanak, legyenek egy helyen lehetőség szerint azokkal, akik számukra biztonságot nyújtanak. És mennyire betegek, hiszen mondjuk a COVID-járvány sem múlt el teljesen, és akkor még enyhe voltam. Ez egy nagyon nehéz helyzet, és egyébként ez a későbbiekben hozhat fel komoly kérdéseket, ugyanis ugye az oltottsági arány az Ukrajnában kicsit más lehet, mint mondjuk itt Magyarországon nálunk. Én hallottam olyan eseteket, hogy azért többen betegen vagy magas lázzal érkeznek. Nyilvánvalóan ez így bármilyen szezonális betegségnek is a tünete lehet, de én el tudom azt képzelni, hogy ugye kis helyre összezsúfolva sokan, és azért ez a járvány azért ha nem is lecsengőben van, hanem azért van, azt gondolom, hogy ez abszolút felvethet kérdéseket. Mentális támogatásra visszatérve, hogyan tudnak segíteni ezeknek a gyermekeknek, hiszen a biztonságérzet az, amit elveszítettek. Az, ahogy elhagyták az otthonunkat, illetve az, ahogy mondjuk hallották az ágyukat, a rakétákat, a fegyvereket. Abszolút, és ez egy iszonyú nehéz helyzet. És leginkább azt kell így elkülöníteni, és ez egyébként egy nagyon fontos feladata az ott helyszínen, a határon dolgozó segítő szakembereknek is, hogy valahogy azt próbáljuk meg elkülöníteni, hogy mi az, ami ebből gyermekpszichiátriai orvosi teendő, és mi az, ami ebből a rendkívül bizonytalanságból eredeztethetően így azt mondhatjuk, hogy borzasztóan hangzik, de hogy természetes. Ugyanis azok, akik tényleg, tehát egy vadi új országban családjuk nélkül érkeznek, fáradtak, étlen szomjan, nincsenek biztonságban, ők nincsenek jól. És az
egy nagyon fontos dolog, hogy amikor helyreáll, ha nem is minden tekintetben, de az a rend, hogy mondjuk kapnak ennivalót, egy helyen vannak már a szeretteikkel, és valamilyen fajta mentális tünetek, amiket idáig megjelentek, vagy észleltek náluk, azok jó esélye, ezek szűnni fognak. Ebben az esetben ez egy nehéz helyzet, de nincsen szükség orvosi teendőre feltétlenül. Elsősorban akkor jön szóba az orvosi teendő, amikor mondjuk az újonnan megjelent tünetek, tényleg legyen ez akár ez a fokozott szorongás, bizonytalansági érzés, álmatlanság, ezek, hogyha a nyugalomba helyezés után is tartósan fennállnak ezek, akkor én azt gondolom, hogy mindenképpen javasolt megjelenni az ambulanciánkon. Ezen kívül még egy nagyon fontos dolog az, hogy ugye hát gyermekpszichiátriai problémával élő gyerekek is jönnek át a határon, és hogy sokan ugye szednek rendszeresen valamilyen mentális betegség ellen valamilyen fajta gyógyszert. Hát ez ugye az, ami így a menet közben elfogyhat bármilyen tekintetben, és hogy ennek a pótlása én azt gondolom, hogy elengedhetetlen. Tehát a krónikus mentális betegséggel élőket is várjuk, és ellátjuk azokkal a gyógyszerekkel. Mindennapi gyakorlatban hogy néz majd ki ez a folyamat? Ott a határnál átjönnek a családok vagy gyerekek egyedül. Hogy kerülnek önökhöz Budapestre? Hát két szám él most így a Heimpel Országos Gyermekgyógyászati Intézetben, az egyik ez a 024-es sürgősségi telefonszám, ott is akik dolgoznak így annál az elosztó központnál, az tényleg 24 órában felveszik, a másik pedig ez a lelki krízis gyermekambulanciának a száma, lényegében ide lesznek továbbítva azok a páciensek, akik egyébként mondjuk azt a 024-es számot hívták, és lelki probléma az, ami így előtérben van, vagy megvizsgálják őket a sürgősségi osztályon, és azt látják, hogy itt inkább lelki támogatás szükséges. Alapvetően úgy néz ki a rendszer, hogy betelefonálnak, ez nálunk van ez a telefon, kollégáim között egy ilyen naptár szerint cserélgetjük és osztjuk be egymás között. Itt egy ügyeleti rendet. Voltak éppen igen, és előjegyezzük ezeket a pácienseket konzultációra, akár online, akár személyesen. Nagyon kevés időnk van, és akkor egy kérdés, tudna abban tanácsot adni, hogy a Magyarországon élő magyar szülők hogyan magyarázzák el a gyerekeiknek, legyen az mondjuk 5 éves, 2 éves, 15 éves, hogy mi történik a szomszédban, és hogy most miért jönnek át ennyien a határon? Hát ugye ez egy nagyon nehéz helyzet abból a szempontból, hogy ez szokatlan mindenki számára, és azért így ebben az országban nem is ahhoz vagyunk szokva feltétlenül, hogy háborús menekültek érkeznek, és azt gondolom, hogy ez mindenkire hatással van, felnőttől a gyerekeken át. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mindenkinek az életkora számára megfelelő módon, mert ugye más a valóságfeldolgozása egy fiatal, egy 4-5 éves gyereknek, és egész más az, amit egy 15 éves kamasz mondjuk ebből a helyzetből. Ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy egyrészt a szülő is tudatában legyen a saját szorongásának, és abban próbáljon meg úgy balanszírozni valahogy, hogy így a gyerekre tudjon koncentrálni, és lehetőség szerint neki adjon válaszokat a kérdéseire. Hazudni nem érdemes. Őri Dorottya, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.